A fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért díjkategóriában ért el második helyet az Európai Falu Megújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség pályázatán a közel 600 főt számláló Panyola község. A pályázatra azok az 5000 fő alatti települések jelentkezhettek, amelyek több évre visszamenő innovatív fejlesztéseket mutatnak be. A mi fejlesztéseink, amik be lettek mutatva zömmel, az energia megmaradás, a megtakarítás, a hőszigetelés intézményeinkben az észszerűsítés, ugyanakkor egy Panyola brand kialakítása, ami 10 év alatt folyt, ez alatt a ismert Panyola nedőt, a pálinkát, és azon át, vagy azon túl a gyümölcsből készült egyéb termékeket, aszalványokat és lekvárokat, hiszen az önkormányzatunk elég jelentős munkát fektet abba, például a közmunkaprogramban is állítunk elő lekvárt, illetve aszalunk is. A pályázat benyújtása egy egyetemista ötlete volt, aki meg is írta a benyújtott anyagot. A dokumentum egy 2006-tól 2017-ig tartó intervallumot mutat be. Nem nagyon vagyunk eleresztve erőforrásokkal, azt kell megragadnunk, ami van, és amink van, az a hagyományaink, hiszen a hagyományos eljárásokkal dolgozzuk fel a termékeinket, illetve azokat a hagyományokat, kulturális hagyományainkat, ami nem csak a fesztiválon jelenik meg, hanem például a téli hagyományőrző farsangunkon is. Most már nagyon sokan voltak turisták ezen is. És hát ki is mondtam azt a varázsszót, hogy az egyik legfontosabb útirányunk, vagy legalábbis jelző oszlopunk az a turizmus. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Panyola Festet augusztus 2-től 4-ig, ahol színes programok és koncertek várják az érdeklődőket.